Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A Páratlan Debreceni Párosok című műsorunk kapcsán olyan házaspárokhoz látogattunk el az elmúlt időszakban, akik a családi kötődés mellett közösen is együtt dolgoznak. Ez alkalommal most évet zárva és hangolódva a karácsonyi ünnepekre, mi hívtuk meg őket stúdiónkba. Megkérdezzük, hogy amióta nem találkoztunk, mi történt velük, hogy vannak, milyen évet zártak, és hogy készülnek a karácsonyi ünnepekre. Sok szeretettel köszöntöm vendégeinket, Bettit és családját, Kittit és Moszit. Köszönöm, hogy eljöttetek, és egy kicsit együtt hangolódhatunk a karácsonyra. Kérdezhetlek titeket arról, hogy hogy vagytok, milyen évetek volt, és hogy készültök a karácsonyra. És külön öröm, hogy lányatok is eljött, hiszen az első forgatáskor anyáikkal csináltuk a Páratlan Debreceni Párosokat, mint házaspár, és nagyon nagy öröm, hogy most te is itt vagy velünk. Igen, és végre ő is itt nyugodtan beszélhet, mert nagyon szeret. Ja, egyébként nem, mert visszafogott, de köszönjük a meghívást. És egyébként nagyon sűrű évünk volt. Most mondhatnám, hogy nagyon meghittem beszélhetünk itt dolgokról, de az kicsit túlzás lenne, mert egyikünkre sem jellemző az, hogy ilyen nagyon visszafogottak lennénk. De a viccet félretéve, a 2021-es év szerintem nekem volt a legdurvább, abból a szempontból, hogy olyan váltáson mentem keresztül, egy olyan döntést hoztam meg az életemben, amit 21 év után hoztam meg, nevezetesen az, hogy kiléptem abból az együttesből, amiben oszlopostag, sőt frontember voltam, a Desperado nevű együttesről beszélünk, szerintem ezt azért mindenki nagyjából sejti. De ahogy látszik, nem lettem belebetegedve a dologba, és túléltem, és bár nagyon hosszú és rögös út volt, és hogyha őszinte akarok lenni, akkor ez egy nagyon-nagyon nehéz döntés volt, de természetesen a családom végig mellettem állt, úgyhogy úgyhogy köszi. Igyekeztünk egyébként segíteni nekünk mindenben. Amúgy és ezt akkor nyilván ugye egy téma volt nálatok, és ez mindenben támogattátok azért. Ez magát a mindennapjainkba, a váltás. Azért az egy nehéz időszak volt most így, hogy visszagondolok azért ott. Tényleg ezzel keltünk, ezzel feküdtünk, ezzel keltünk, ezzel feküdtünk. Nyilván neki volt a legjobban elege belőlem, ahogy Kittinek. Igen. Egy idő után az, hogy mindig ez volt a téma, asztalnál mindig ez volt, mindig történt valami, valaki posztolt valami hülyeséget, vagy nem tudom, nem hülyeséget, szerintünk hülyeséget, posztolt valamit, vagy nem úgy viselkedett, ahogy azt kellett volna, akkor ezt mindig le kellett reagálni, és az így beette magát, aztán ezt úgy döntöttünk. Jó, de azért kezdjük azzal, hogy azért volt egy online év is. Ja, persze, hát azért neki is nehéz azért volt. Azért neked nyilván. Nem csak ebben, nyilván ez is nagyon sok más mindenben változtattál. Bizony. Ez egy változások éve volt. Hát neked. Ez abszolút, de pont a múltkor beszéltem valamilyen szakemberrel, aki lát ilyen dolgokat, meg asztrológia, meg ilyenek, tehát és így mondtam, meg mentálhigiénész szakemberrel is találkoztam pszichológussal, ez nem véletlen, sőt kineziológussal is beszélt. És mindenki azt mondta, hogy 2021 az a nagy váltások és változások éve, és hogyha nem is nagyon szerettük volna, de ez előbb-utóbb biztos, hogy bekövetkezett volna ebben az évben. Kittinek is azért az év elég nehéz volt, mert azért a második fél év, ugye Kitti, neked online oktatásban igen. volt, ugye? Uh-huh. Az most már úgy aránylag jól csináltad, na? Szerintem igen. Na, és most már ő hetedik osztályos lett, szeptembertől hála jó Istennek újra volt jelenléti oktatás, igen. meg még van is, ugye? Igen, és szerencsére még nem voltunk karanténban sem, úgyhogy... Úgyhogy ezt megúsztuk. És igen. milyen volt átállni a digitális oktatáshoz? Azért hiányoztak a többiek, nem? Vagy... Hát igazából igen, a közösség hiányzott. Vagy a jó volt otthon lenni anyáikkal, dolgoztak, te is dolgoztál. Az is jó volt, igen. Igen, meg azért nem kellett annyira nagyon korán kelnünk. Tehát az volt a legjobb. Pizsamába beülhetett a kamera elé. Vannak előnyei. Jó, ezt most már elárulom. Az online oktatásnak, persze. A Moszi az állandóan dolgozik ő is, tehát hogy nálunk otthon, ez... Tehát otthon, akkor otthon is van. Van egy olyan ritmus az életemnek egyébként, most már nem is tudom, most már az új helyen vagyunk, így két éve vagyunk az új helyen, mindegy. Új helyen van a stúdió, és azóta tök jól kialakítottuk a kollégámmal ezt a reggel 10-kor kezdünk, és akkor délután, mit tudom én, 2-ig, 3-ig, akár mondjuk mi becsúszunk a 3-4-be, addig ott keverünk, vagy felvétel van, vagy valami, tehát ott dolgozunk, és akkor utána van egy kis családi... Vacsora, és aztán stúdió. Vacsora, van egy kis családi idő, és aztán igen, van egy kis családi idő, és utána, igen, hát én szeretek erre beszélni. Mindig a vacsora az fix. A vacsora az fix, és akkor utána én még, hogyha úgy van, akkor leülök. De szegény Muszi elnyomásban él, tehát azért az látszik, hogy mi ketten Kittivel eléggé tudjuk, hogy mi nálunk mindenki nőlem. Oda még a halak is. De azért azt tegyük hozzá, hogy az, hogy
mi újra, nem is az, hogy újra, először elkezdtünk együtt közösen dolgozni színpadon is, tehát nem csak stúdióban dolgozunk most már együtt, mert hogy én, ahogy kiléptem a Desperadóból augusztus 21-ével, 2021. augusztus 21, onnantól kezdve viszont a Josh-sal közösen kezdtünk el egy olyan projektet összeállítani, ami élő zenekaros projekt, Josh és Betty élő koncert vagy live néven fut, és Moszi a billentyűs a zenekarban, úgyhogy közösen most már színpadon. Megint adtam az egészet. Igen. Akkor a munkakapcsolat még szorosabb lett. Hát igen. Na egyébként tök jó bírjuk. De most viccet félretéve, ez fura helyzet, mert én 21 éve énekelek, és 21 éve vagyok színpadon, de az, hogy mondjuk a párommal legyek egy színpadon, egy színpadon nem voltunk velem még. Úgy, én mindig úgy volt, hogy mindig vagy a keverőpult mögött ültem, az előző élő formációnál, úgyhogy én voltam a frontkeverős, vagy hogyha haknizni mentek, akkor meg volt olyan, hogy én voltam a technikus. Jó, de én nagyon rossz vagyok ilyen szempontból, tehát de... én a színpadon nem a felesége vagyok, hanem én a frontember vagyok, és ezt nehéz elviselni, nagyon sajnálom. De oda-vissza, tehát hogyha valami... De ő a stúdióban szemét velem, tehát ezt azért visszakapom én is. Viszont Kitty is szerepelt most, mert én az nagyon tetszett nekem, hogy láttalak a klipben, anya klipjében, és te sminkelted. Hogy jött az ötlet? Hogy jött az egész? Ez úgy történt, hogy igazából eredetileg úgy volt, hogy elmegyek apával, de végül ott maradtam. Elkísértél minket a klipforgatásra, igen? Igen, mert jöttél volna próbára. Igen, de én kikönyörögtem, hogy maradjak anyáikkal. És így is történt, aztán a rendező megkért igazából, hogy nincs kedvem szerepelni a klipben, és mondtam, hogy persze, hogy ne. Meg hát már olyan nagy csaj, hogy végülis... Akkor ez egy hirtelen spontán. Egy ilyen nagyon spontán dolog volt, megnéztük, hogy mekkora, és akkor mondták, hogy jó, ilyen nagy lány vagy, hát van is pont rád egy ilyen ruha. Kis ruha, igen. Kittinek gyorsan megcsinálták a haját, a sminkét, és akkor onnantól kezdve ő lett a manikűrösöm, de nagyon profi volt, mindenki nagyon elégedett volt vele, de tényleg nem, tehát azért meglepően. Úgy jó volt. Életében először történt ez vele, mert soha nem szerepeltünk együtt. Ja, nagyon jól csináltad. Köszönöm. Igen. A visszajelzések alapján is ez így történt. De hát büszkék vagyunk rá, meg most már azért tényleg nagy lány, és ahhoz képest, hogy két olyan szülővel rendelkezik, akik nem egy átlagos életet élnek, ahhoz képest jól bírja a gyűrődést. Akik nem normálisak egyébként. Jó, ez elő erős túlzás. Nem, hát akik ilyen kreatívak, boldogak, az csak jó lehet. Hát figyelj, nálunk nincs unatkozás, tehát az abból nincs. Abból nincs hiány. És Meti, azért te más területen is kipróbáltad magad, a műsorvezetés az minek köszönhető? A változásoknak, a fellépések, vagy pedig ezt is... Nem, nincsenek véletlenek, és én két évvel ezelőtt Bakó Csabi felhívott, hogy a Campus Rádióban nincs kedvem műsort vezetni, és mondtam, hogy hát végülis kipróbálhatom. Annak idején, amikor Kittivel kismama voltam, akkor volt egy rádió műsor, amit vezettem, egy ilyen kívánságműsor, de mivel állapotos lettem, és utána ő volt a legfontosabb, azt úgy mellékvágányra tettem, de hála jó égnek, hogy Csabi felhívott, mert a Burai Árpi kollégámmal a Hello Debrecen című műsort vezetjük a minden délután 3 és 6 között. És azért nevetek, mert hogy egy baromi jó társaságba cseppentem, és olyan kollégák vannak, olyan jó az összetartás, hogy szerintem ez nagyon-nagyon ritka. Ráadásul sokat kell beszélni, ami nekem megy. Jókat lehet nevetni, és néha meg pedig nagyon komoly témákkal kapcsolatos interjúk készülnek. És én ezt nagyon élvezem, valamilyen szinten ez nekem mindig egy ilyen szintén gyerekkori álom volt az énekesnői feladatkör mellett, hogy én szeretek beszélgetni, de te is ugyanúgy beszélgetsz, tehát hogy ez nem egy idegen, ez nem egy idegen sztori nekem, mondjuk oké, interjúkat mindig is csináltunk, de úgy, hogy én voltam, akitől kérdeztek, most pedig én vagyok, aki kérdez. És hogyan lehet összehangolni a családdal? Fellépés, műsorvezetés, anyaszerep? Hát volt most 2 hetem, amikor a kollégám nem tudott jönni dolgozni. Az maga volt a pokol, szerintem mindenki számára. Az kemény volt, ott össze kell hozni úgy mindent. Az, hogy nagyon sűrű, tehát hogy az, hogy ugye hétköznap, délután 3 és 6 között én kivonom magam úgymond a forgalomból, ezért Moszinak át kell venni a Kittivel való dolgokat. Tehát a délutáni, hát meg a délutáni külön óra, amit a zeneiskolába el kell vinni.
Tehát ezek olyanok, vagy edzésre, hogy akkor igen, vagy edzésre, és akkor 13 óra 40-re megyek érte, akkor ugye úgy próbálunk úgy kezdeni, hogy azért beleférjen ott a stúdiós délelőttem is, vagy akkor igen, a délután. Be vagytok osztva rendesen. És akkor igen, ez az anyakon megy, akkor mondjuk egyébként ami a legnagyobb szerencse, hogy ugye ez a ritmus, ez hétfőtől péntekig van, és akkor pénteken jön a hétvége, és akkor tudunk menni koncertet adni, ami megint egy fú. Igen, akkor meg vasárnap vagyunk olyanok, hogy... És két tíme velük koncertre? Hát, valamikor igen, valamikor nem. Igen, hát de az ha az nem, akkor a nagyszüleimnél alszom, úgyhogy... De már ez hozzá van szokom, mert egy pici kora óta így... Nem osz is olyan rendes, tőled olyan jó fér vagy, hogy így támogatod őt az időbeosztásához. Igazad, közös gyerek, közös gyerek, úgyhogy a felelősségvállalás is közös kell, hogy legyen. Én azt gondolom, hogy egy jól működő kapcsolatban muszáj részt vennie mindenkinek a gyereknevelésben is, a gyerek körüli dolgokban is. És Kitty is nagyon önálló lett, azért azt hozzá kell tennem, tényleg baromira szerencsések vagyunk, hogy ő egy ilyen személyiség. És tényleg nagyon, nagyon ritkán beszélek erről a dologról, főleg nem előtte, hogy ő tényleg egy olyan gyerek, aki ő is alkalmazkodik, és ő is megpróbálja a legjobbat kihozni mindig az adott helyzetből, és nekem ez óriási segítség, és nagyon-nagyon hálás vagyok neki is, meg természetesen Moszinak is, hogy én élhetem az álmomat, és élhetek úgy, ahogy szeretnék, de természetesen azért én is megpróbálom őket 100%-ig majd kiszolgálni, és azért édesanyja a háztartásból, és minden próbálok lenni egyszerre. És hogyan készültök a karácsonyra? Hogyan hangolódtok rá? Hát nálunk az már ünnepekre? A díszítés az már megvolt. Ez már megvan. December 1. December 1. Műfenyősök vagyunk. Igen. Műfenyősök. Most már. Most igen. Már műfenyősök vagyunk. És december 1-én szerintem gondoltunk egyet egy vasárnap délután. Állítsuk fel a fát. Oké. Ki a fészer, behoztam mindent. Én ott estem olyan karácsony, olyan girland, minden fölrakva, úgyhogy nálunk már december, tehát mi ez a kicsit ezzel így mindig sietünk, és most miért a műfenyő igen. Van, azóta meg még inkább az van, hogy jó, húzzuk elő, terünk, csináljuk, és hamarabb. Akkor már karácsonyi hangulat van decemberben. Most nem az, most meg mellé leesett a hó is már, úgyhogy most amikor az adást forgatjuk, most leesett az első nap. Igen, simán el fog olvadni. Hát lehet, hogy elolvad, lehet, hogy nem, reméljük, hát, hogy nem, lehet. De most ugye a hangulat is megvan. Tehát de nekünk nagyon fontos, hogy ahogy Kitty szeretné, tehát ebből a szempontból viszont mi is alkalmazkodunk hozzá, hogy amikor ő kitalálta azt, hogy legyen most már karácsonyi hangulat, akkor legyen karácsonyi hangulat, majd utána jön a farsang, de nálunk egyébként... Milyen szempontból nagyon lazák vagyunk, és szerintem a karácsonyi hangulat az, hogy mondjuk sütünk almás pitét, nálunk az mondjuk a karácsonyi, a szüleim már sütöttek beiglit, mert Kitty azt kívánta, de majd csinálunk mézes kalácsot is, bár én azt nem szeretem, de ettől függetlenül de nagyon... Ehhez tartozik. Aha, igen. Úgyhogy... Szeretsz mézes kalácsot sütni? Igen, szeretek. Igen, meg hát ilyenkor jókat eszünk, és próbáljuk tartani az alakunkat, hogy utána januárban ne a fogyókúrával kezdjük. Akkor ünnepekkor azért van pihenés, kicsit leállás. Hát az túlzás. Most egy kicsit részemről annyit, hogy nekünk sikerült úgy kitömni a december 31-ig, hogy alig tudok levegőt venni, de nem panaszkodás, ennek mi nagyon örülünk, igen. Tehát ez tök jó. Nyilván a családra mindenképpen időt kell szakítani, meg lesz is egyébként időnk. Én pedig folyamatosan rádiózom, tehát, hogy meg, és amikor meg menni kell koncertezni, akkor meg menni kell. Tehát nálunk ilyen nagy pihenés, az majd szerintem januárban lesz, meg hát van egy utazásunk, ami meg beragadt már 2 éve, és alig várjuk, hogy egy picit lazuljanak a dolgok, és egy picit jobb legyen ez az egész helyzet, és aztán ha minden jól megy, akkor reméljük, mert tavasszal el is utaznánk, igen, egy kicsit pihenni valóban. De hát előtte még a sok karácsonyi finomság, mi kerül az asztalra nálatok? Mondd, ma rendeltem be. Annyira sokat fogunk főzni, hogy ma rendeltem le. Olyan sokat, mivel nem leszünk otthon, ezért ebben most beletegyereltél. Rendelés leadni. Töltött káposzta igen, lesz? Igen. Lesz kaszinó tojás, sonkarollád, svédbomba saláta, krumpli saláta. Nagyon rosszak vagyunk. Meg ilyen vegyes sültestál. Őszintén megmondom, hogy ez most tényleg a rendelésről fog szólni. Nincs időnk erre, és az az igazság, hogy a szüleimet nem akarom mindig ezzel terhelni, hogy minden egyes karácsonykor ők hozzák a kaját hozzánk, mert úgy vagyunk vele, hogy ha eljönnek hozzánk, legalább mi lássuk már őket vendégül. De hát ez most egy olyan karácsonyi menü lesz, amit rábízunk egy profi brigádra, és hát, mi pedig majd felszolgáljuk hát azért. Igen, egyébként a másik az, amivel sok ember belefut, hogy föl kell reggel korán, elkezdi csinálni, és akkor, amikor már az ünnepi ebéd van, akkor majd, igen, mosogatás után már kicsit bóbiskolás, és akkor nem a társaság része, vagy nem tudom én, tehát azért ennek is megvan az előnye. Kitty, te mit szólsz, hogy rendeljük a kaját? Hát,
Semmit igazából. Nem probléma? Nem probléma. Okay. Úgyhogy ha szerintem egyezik. Éneklés lesz együtt karácsonykor? Mindig szoktunk éneklés. Csillagszorozás éneklés. Igen, most ez szerintem... Zenekar? Nem úgy, hanem csak az nem kötelező, de hát de vannak karácsonyi dalok, amiket persze mindig meghallgatunk, de valamikor teljesen elbaromkodjuk az egészet. Igen. És volt már olyan karácsonyunk, amikor inkább botrányos dalokat énekeltünk, de most szerintem azért a meghittebb. Igen. Meghittebb, és család, barátok? Barátokkal is szoktunk találkozni, úgyhogy most így nem fixen lett hát leszervezett. Hát nagy vendégeskedés, ilyen karácsonyi baráti vendégeskedés. Volt már. Nem úgy, hogy volt, nem, most volt, persze. Most de egyébként a szomszédokkal mindig hirtelen jött karácsonyi partit szoktunk csinálni. Majd meglátjuk idén, hogy ezt mi abszolút rugalmasan kezeljük. Tavaly is volt egy ilyen spontán, azt hiszem, hogy szarvas pörkölt főzés. Igen, de most pedig lehet, hogy kolbásztöltés lesz, csak aha, még te nem is tudsz róla. Ajándéklista, megvan. Meg. Igen? Igen, megvan. Meg, és reméljük, hogy a Jézuska mindent el is olvasott, és igen, reméljük, hogy fogja is teljesíteni igen a kívánságokat. És Kitti, neked melyik a karácsony a legszebb ünnep? Azt várod a legjobban? Vagy igen, melyik, nekem az a kedvenc ünnepem. Az a kedvenc? Igen, a karácsony. A születésnapod után közvetlenül? Igen, pontosan. De csak azért, mert ilyenkor kapod a legnagyobb ajándékot. Nem, meg szeretem a hangulatát is. Nem, a hangulatát igen szereted. Meg hát ilyenkor berakunk minden olyan dalt, amit egyébként egész évben nem hallgatunk. Ja. Hangulata, ízek, fények. Igen. Ja, hát meg ilyenkor illatos, mert hogy mindig szoktunk. Igen, füstölőt gyújt Kitti, meg Frank gyertya. Frank Sinatra karácsonyi lemez. Igen, meg már. Üzlésetek azért nagyjából egy. Teljesen. Azt mi nagyon szeretjük. Díszekben, színvilágban. Nekem amúgy mindegy, de... Nekem teljesen mindegy, de egy az ízlésünk. De egy, szerencsére egyikünk sincs más irányba teljesen. Tehát nálunk azért Kitti is, a zene ízlése is hasonló, mint nekünk. Meg úgy alapvetően a színeket is, meg az illatokat is. Meg úgy az ételeket is. Tehát nálunk nincs ilyen nagy probléma ebből. De mi a karácsonykor egyébként mi lelassítunk, bár nagyon hihetetlen, legalább arra az egy napra. Én is. és egy kicsit így elgondolkodunk azon, hogy milyen volt az évünk. Én azt gondolom, hogy nagyon sűrű volt, sokszor nagyon fájdalmas pillanatok voltak mondjuk nekem, de most már így azt mondom az év vége felé, hogy jól döntöttem, és hogy egy nagyon-nagyon, hogy is mondjam, az következő évtől nagyon sokat várok, de nem szeretném túl szervezni, nem szeretném túl pörögni, hanem úgy megélem a mindennapokat. Igen, hát legyen ez egy nagyon szép végszó. Köszönöm, hogy itt voltatok. Kellemes köszönjük karácsonyi hangolódást, készülődést, és ilyen boldogat, mint ahogy itt vagytok. Nagyon velünk szépen köszönjük a meghívást. Köszönöm szépen. És nektek is kellemes ünnepeket. Köszönjük. Köszönöm szépen a figyelmüket. Kellemes ünnepeket kívánunk. Viszontlátásra.